A hősi halált halt orvosok tiszteletére rendezett közös megemlékezést a Honvédelmi Minisztérium és a Nemzeti Fórum Egyesület Budapesten. A rendezvényen koszorút helyeztek el az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során, az első és a második világháborúban, valamint az 1956-os forradalom idején betegellátás közben hősi halált halt orvosok emlékére. A megemlékezésen Gion Gábor, a Honvédelmi Minisztérium stratégiai elemzésért és humánpolitikáért felelős államtitkára mondott beszédet. A katonaorvosok fegyver nélküli katonaként kiszolgáltatva néztek farkas szemet a harctéri halállal, ahol a fegyverek keresztűzében maguk is védtelenek voltak. Mások életét mentették, miközben saját életüket nem tudták védeni. Az államtitkár hozzátette. A szovjet invázió november 4-én pecsételte meg a forradalom sorsát. Mint fogalmazott, egyre többet tudunk meg azokról a kivételes emberekről, akik a végcsőkig helytálltak 1956 őszén. Orvosok, mentők és ápolók megfeszített tempóban látták el a forradalom hőseit, és a mentőszolgálattal közösen Budapest kórházaiban gyógyították a sebesülteket. Nem csak a szakmájukban teljesítettek erőn felül, hanem ott voltak a forradalom vezető testületeiben, valamint a nemzetőrség és a közbiztonság megszervezésében is. Gion Gábor elmondta, a honvédségben dolgozó orvosok és betegellátók mindig a legnagyobb szaktudással, alázattal éltek hivatásuknak. A katonaorvosok és a katonai egészségügy jelenléte mind a mai napig bátorságot ad a honvédek számára, mivel tudják, hogy sérülés és sebesülés esetén a legjobb szakemberek nyújtanak számukra segítséget.